Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban részletesebben is bemutatjuk, hogyan bővül a megyei önkormányzat Bács-Kiskunban itthon vagy pályázata. Továbbá megmutatjuk, milyen új névvel kerülhetnek majd a polcokra a cserszegi fűszeres borok. Már is kezdünk! Március 1-ig lehet jelentkezni a Bács-Kiskunban itthon vagy ösztöndíj pályázatra. A több éve sikeresen működő programban már kecskeméti diákok is részt vehetnek. Idén először azonban már nem uniós forrásokból történik a finanszírozás, a helyi vállalkozók támogatják a szakemberek oktatását, árulta el Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke. Megyei ösztöndíjakkal igyekszik segíteni szakmai képzésben résztvevő tanulókat a Bács-Kiskun megyei önkormányzat. A több éve futó Bács-Kiskunban itthon vagy projekt rövid idő alatt komoly sikereket ért el. Ez a megyei ösztöndíj, ez csupán azt a célt szolgálta, és azt a megkötöttséget, hogy amikor kijárja az iskolapadot, akkor az első munkahelye az Bács-Kiskun megyébe legyen. Tehát nem egy frissen végzett diplománs, vagy akár szakmai végzettségű ember, az rögtön Pestre elmenjen, vagy nagyisten külföldre. Itt amennyi ideig kapta az ösztöndíjat, annyi ideig a megye határon belül kellett elvállalnia az első munkahelyet, az első munkakört. És hát ez néhány évvel ezelőtt kezdődött. Nagyon nagy sikere van, el kell, hogy mondjam. Tehát több száz diák. Hát ebben vannak persze 10 évesek, meg vannak 30 évesek, meg 40 éves diákok is, akiket tudtunk támogatni azzal, hogy itt dolgozzanak hiány szakmákban, amelyek akkor hiányoztak, és most lehetőségünk támadt arra, hogy ezt kiterjesszük a megye teljes területére. Tudnélik, ez nyilván pályázati pénzből működött ez idáig, a forrás háttérben az egy pályázati lehetőség volt, mi ebből finanszíroztuk meg ezt, ez lassan elfogyóban van, viszont a vállalkozóktól, a vállalkozásoktól érkeztek igények és érkeztek pénzügyi támogatások is, hiszen most ebben a szituációban is nagyon fontos az, hogy fél év múlva, egy év múlva a kikerülő diák az hozzánk, mint vállalkozóhoz, hozzánk, mint a megyebeli vállalkozáshoz fog elsőnek kerülni. Az ösztöndíj segíti a vállalkozásokat, mivel a jó szakemberek helyben maradását támogatja. Mindez azonban nem csak a településeknek és vállalkozásoknak jó. Az ösztöndíjjal végzett szakemberekért kapkodnak a helyi cégek, így legtöbb esetben szinte azonnal biztosított a friss munkába állók foglalkoztatása. Tehát most van egy ilyen lehetőség ebbe a Bács-Kiskunban itthon vagy ösztöndíjba, hogy a megye határon belül tartsuk legalább az ösztöndíj erejéig, idejéig, a pályázati nyerteseinket. Úgyhogy most ez kibővült és Kecskemétről is lehet pályázni. A részleteket meg lehet találni a megyei honlapon, a megyei önkormányzat honlapján. Március 1-e a beadási határidő. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat azonban nem csak tanulók, hanem munkáltatók jelentkezését is várja. A cégek kedvezményesen tudnak csatlakozni az ösztöndíj programhoz a megyei önkormányzaton keresztül, így jelentősen kisebb ráfordítással segíthetik a jövő szakembereit, hiszen a támogatási összeg nagy része az adóból leírható, és a folyósítás is nettó összegként történik. A folyamat eredménye pedig az lesz, hogy az iskolapadból egyenesen a megye cégeihez érkeznek a szakemberek, hangsúlyozta Rideg László elnök. A beszélgetés teljes terjedelmében Közélet című magazin műsorunkban tekinthetik majd meg. Uniós oltalom védi a Soltvadkerti ezer jó borokat. Egy 4,5 éves munkának köszönhetően a fehérbor, a pezsgő és a töppet szőlőből készített desszertbor bekerült az oltalom alatt álló eredet megjelölések európai nyilvántartásába. Mindemellett a Frittmann borászat új nevet talált ki a cserszegi fűszeresnek, hogy a bor könnyebben árusítható legyen a külföldi piacokon. 4,5 évvel ezelőtt indította el a Soltvadkerti ezer jó borok eredetvédelmét Frittmann János borász, a Frittmann borászat ügyvezetője és a Soltvadkerti hegyközség elnöke, aki Keresztes József borvidéki titkárral közösen érte el azt, hogy az ezer jó borok oltalom alá kerüljenek. Frittmann János azt mondta, hogy ennek az elismerésnek óriási jelentősége van a város és a borvidék számára.
Egyre jobban keresik az eredetvédett termékeket, nagyobb bizalom van egy ilyen termék iránt, és tulajdonképpen ezzel úgy mondjuk szakmai körökben mondják, hogy felkerült Soltvadkert az Európa és a világ szőlőbor térképére, mint Soltvadkert Magyarország legjobb szőlőtermelő települése. Hát innentől kezdve úgy gondolom ez egy ilyen elismerés, egy ilyen bortípus, amelyik eredetvédelmet kap, úgy gondolom szüksége van egy ekkora szőlőtermelő településnek. Emögezi marketinget kell tenni, mert mindennek az alapja azért a fogyasztói bizalom megnyeréséhez egy marketing is kell, hogy felhívni rá a figyelmet, hogy mit akar, mert az emberek nagyobb része azért ezt nem tudja, mert azon innek fel van tűntve a palackon, hogy Soltvadkerti. Tehát ez egy komoly marketing munka, ez nagy lehetőség tulajdonképpen, de ebből annyi lesz mindig, az valósul meg, annyi valósul meg, amennyi munkát bele tud tenni a városon lévő dolgozó borászatok. Frittmann János a továbbiakban arról beszélt, hogy egy új nevet találtak ki a cserszegi fűszeresnek, hiszen más országokban ennek a bornak a nevét nagyon nehéz kimondani, szinte lehetetlen. A változtatás tehát a külföldi piacokon való könnyebb árusítást célozza meg. A cserszegi fűszeresnek egy szinonív nevet szerettünk volna, ami azt jelenti, hogy nem Magyarországon, hanem külföldön ki tudják mondani végre a nevét ennek a fajtának, és keresünk egy olyan nevet, ami tulajdonképpen oda is egy marketing munkával egyáltalán elfogadtatható, mert azt látjuk, hogy a cserszegi fűszeres név alatt nagyon nehéz, mert nem tudják megjegyezni, nem tudják kimondani a nevét neki. És így indult el egy folyamat, összeállt itt a Dunabor régió. Egyetemistáknak, főiskolásoknak küldtünk el olyan lehetőséget, vagyis kértünk tőlük, hogy nevezzenek meg szinonív neveket, olyan neveket, ami alapján ők levennék angol-német nyelvterületen egy palackot a polcról, és utána jött sok ilyen javaslat, és visszaküldtük azokat, amelyikekből lehetett választani, és így lett kiválasztva, ő általuk lett kiválasztva a Carolus Blanc vagy a Charles Blanc. Hát ez Magyarországon nyilván megint nem mondana sokat, de cserszegi fűszeres már itt elfogadott, de úgy gondoljuk, hogy ennek a változtatásával tőlünk nyugatabbra, akik tényleg nem csak nyugaton, keleten is, ez a név, ami kimondható. Egyet angolul már majdnem mindenki beszél a világban, úgyhogy úgy gondolom ezzel talán meg lett találva az a név, ami egy zseniális fajtáról lévén szó, a fajta zseniális, csak mindenki a fűszeressel fűszereket próbál benne keresni, a cserszegit a csébetűt, nem tudják kimondani sehol a világon, úgyhogy ezt úgy gondoljuk, hogy jó marketinget tudunk elő, hatékony marketinget tudunk megítenni, akkor ez alapján tényleg eladható lesz, ami ugyebár Amerikában a Wall Street Journal magazinban úgy kutatták be, mint tulajdonképpen a Sauvignon Blancnak egy nagy konkurenciáját. Csak hát ott másnap elfelejtette mindenki, hiába írták róla, hogy a világ öt legjobb bor, amit még nem ismersz, de másnap elfelejtette mindenki, nem tudta a nevét kimondani, így megjegyezni se. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezen változtatni fog ez a név. Nem csak rólunk szól a történet, itt azokról szól, akik cserszegi fűszeres forgalmaznak. Őket is megszondáztuk, hogy ez a nevet tudnák képzelni, hogy a palackra feltüntessék. Én úgy gondolom elsősorban azért európai borpiacon, még esetleg egy-két ázsiai országban, van, aki Amerikában is kint van, de Angliában, Németországban adhatók el ezek a borok legjobban, még akár Lengyelország, környékbeli országoknál, akik igazán nagyobb létszámországok és nem szőlőtermelők annyira, hanem inkább csak borfogyasztók. De természetesen, én úgy gondolom, a fiatalok már annyira világlátottak, még világon jártak, hogy tulajdonképpen minden országot meg fognak célozni a magyar borokkal választékbővítéseként. Nem sok szőlőtermelünk Magyarországon, a világ szőlőtermelésébe helyezzük magunkat, tudjuk, hogy ez csak választékbővítésként is el kellene tudni könnyedén adni, bízom benne a fiatalok ezeket meg is fogják oldani. Frittmann János elmondta, hogy a pandémia nagy károkat okozott a borászatoknak a prémium szegmensben, azonban ő bízik abban, hogy hamarosan újra talpra áll az ágazat. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Jelzőlámpa kerül a Petőfi Sándor utca és Kőhíd utca kereszteződésébe, valamint megépül a Károly Róbert körút folytatása a Budai út felé. Kadafalva fő utcáján pedig jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesül a tervek szerint. 5 önkormányzati terület szabadul meg az illegális hulladéktól a Tisztítsuk meg Magyarországot programban. Eddig több mint 150 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Munkatársai.
Hatékonyan szállt szembe a Kecskeméti Szakképzési Centrum az iskola elhagyásokkal. Az uniós támogatásnak köszönhetően évente közel 300 diák kap segítséget, motivációt a továbbtanuláshoz. Már az AstraZeneca oltóanyagokat is átvehették a házi orvosok Bács-Kiskun megye járási népegészségügyi osztályairól, ezáltal a hétvégéig 1660 év alatti regisztrált krónikus beteg kapja meg a vakcinát. A csokkal vásárolt új ingatlanok 5%-ra csökkentett áfáját is átvállalja az állam, így egy új építésű családi ház akár 10 millió forinttal is kevesebbe kerülhet. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket, este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!